Tehát az igazi nagy művek... Ma az alkotói piac 90%-a álműalkotás. Egy alkotó minden lehet, egy dolgot nem csinálhat, nem hazudhat, mondta Hály János író a februári kultúrszalon kezdetén, melynek indító témája az önismeret volt. Egy műalkotás létrejöttekor meg lehet tanulni a szakma technikai alapjait, de legfontosabb a világ és önmagunk hiteles ismerete, tette hozzá. Ezen a médiumon keresztül, amik mi vagyunk, jön át az a cucc, amit állítunk a világról. Ha nem tudom, hogy mi jön át, akkor az olyan, mintha egy asztalos nem tudná, hogy a bükkfa és a fenyőfa között mi a különbség. Tehát egyszerűen folyamatos belső önvizsgálat kell a tekintetben, hogy lásd, hogy ki vagy, és honnan látod a világot. Szóval ennyit a lázadásról, ennyit arról, hogy félre, amit összemuzsikálsz nyáron azt, raktározd el, mint térre szóval. Beck Zoltán a 30Y alapítója, dalszerzője, a Pécsi Egyetem adjunktusa úgy fogalmazott. Egy dal felépítésének is meg lehet tanulni a szabályszerűségeit, a struktúráját, de az a fontos, hogy a dal akarjon kezdeni valamit a valósággal. Megvan az, hogy hogyan épül fel, mi a szabályszerűség egy ilyen dalnak, és ezt alapvetően ez használódik, de ez önmagában nem baj, hogy úgy mondjam, a struktúra maga nem baj. Az a kérdés, hogy egyébként ez a struktúra úgy van-e használatba véve, hogy ez csupán, hogy mondjam, külső eredményeket termeljen meg, közönséget, nem tudom, fütyülhetőséget, meg ilyenek, vagy az a dolog, vagy arról van szó, hogy akar-e valamit a valósággal kezdeni. Az est további részében többek között a műalkotás megszületésének folyamatáról, a kritikáról és a rájátszásról esett szó a februári kultuszalomban.